Szeretné családtagjait otthonában gyógyítani? A Safe Laser segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Safe Laser a családgyógyító fénye. Részletes információ www.safelaser.info. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, VNTV-t vagy Viva Natura televíziót láthatnak, láthattok. Ezen belül is az Ezoterefere adássorozatunkat, Nagy Szilvivel beszélgettünk, szia! Szia, szervusz! Körülbelül egy évvel ezelőtt ültél le ebbe a stúdióba, hogy tétáról, téta healingről kezdjünk beszélgetni. Megmondom őszintén, addig azt se tudtam, hogy eszik vagy isszák, egy telefonos beszélgetésen keresztül valamit megmozgattál a testembe, lelkembe, és akkor eldöntöttem, hogy ezzel igenis foglalkozni kell, mert minden, ami hozzájárul ahhoz, hogy az ember a meglévő döntéseit, ítélkezéseit valami másik szemszögből tudja nézni, na arra nekem szükségem van. Tehát ez volt a vezérfonal, ami miatt először meghívtalak. Mondjuk akkor jelent meg az első Theta Healing könyv Magyarországon, ez volt az apropója. Igen, tényleg. És hát azóta is most már szerintem elég sokat találkoztunk, ez a 10. adáson túl vagyunk, amiket most felveszünk, és óriási kavalkád van itt Theta Healing szempontjából, mert van alaptanfolyam, haladó tanfolyam, és akkor egy ilyen óriási lista, ahova még el lehet menni. És igaz, hogy az adás címének azt adtuk, hogy intuitív anatómia. Ugye jó magam tanultam anatómiát, ugyanakkor az intuitív anatómia, mint ilyen fogalom, hogyha én ezt elmondtam volna azon a helyen, ahol tanultam, nem lett volna idegen, mert jó helyen tanultam, de egyébként egy általános orvosi képzésben az, hogy intuitív anatómia, elég érhetetlen fogalom lenne. Ez mit akar, mit jelent ez a szó, és milyen módon illeszkedik a Theta Healinghez? Oké, az intuitív anatómia az a legerősebb, vagy legerősebb és leghosszabb tanfolyam. Legerőteljesebbnek azért mondjuk, mert 3 hétig tart, vagy mondjuk 15 nap, és többféleképpen lehet ezt tanítani egyben, vagy a 5 nap, 2 nap szünet, vagy 1 nap szünet után megint. További napok, és azért mondom én a legerősebbnek, mert körülbelül az első hetet úgy kell elképzelni, hogy arról szól, hogy megvizsgáljuk a szülő hitrendszereket, szülői hitrendszerek, szülőkkel való kapcsolódást, a családdal való kapcsolódást. Második héten arról szól a munkánk, önmunka, hogy hogyan kapcsolódok én a világhoz, harmadik héten pedig hogyan kapcsolódik a világ hozzám, és már az a tágabb környezetről beszélve, és mind emellett végignézzük a szerveket, a szervezetet, és tulajdonképpen a végén az egész testet. Tehát megnézzük, hogy melyik szervhez, a szervezet melyik részéhez milyen hiedelmek tartoznak, milyen hitrendszerek, ugye a magyar nyelv nagyon kifejező, úgyhogy egy csomó benne van, és eleve is a nyelvünkben, de ezt mi részleteiben végignézzük. Nézzünk olyan hitrendszereket, ami genetikai módon csatlakozik hozzánk, nézzük a nagy egészet, mint történelmi sík és lelki oldal, és azt nézzük, hogy hogyan tudunk átváltoztatni mindent magunkban azért, hogy nem csak a genetikai vonal gyógyuljon, ugye a szülők, nagyszülők, gyerekek, stb., hanem ugye gyógyul a nagy egész kollektíven is, és hát természetesen magunkban megváltoztatjuk a világot, hogy azt a világot tapasztaljuk utána kívülbelül, amit látni szeretnénk. Úgyhogy egy hatalmas munka. Mondtad, hogy a magyar nyelv milyen érdekes dolgokat és milyen mélyeket produkál. Természetgyógyász a táplálkozás terápia kapcsán, amikor tudjuk, hogy a tökmagolaj mennyire jó a férfiak ivarszerveire és a prosztatára, és akkor mindig mondom nekik, csak nézd meg a szót, tök, mag, olaj. Ugye? Tehát a magunk, hol van a magunk, igaz? Igen. Az első szóval összefüggő dolog, hogy olajozod meg, hogy jól működjön a tök mag olajjal. És ezt az őseink ezt keményen tudták, de rengeteg ilyen összefüggő fogalom van. És az az érzés, amikor egyfajta gondolat már följön az emberi agyba, az elmébe, és az megcsinál kis detonációját,
de igazából már nem a gondolatra reagálsz, hanem arra az érzésre, ami valahol a testedben detonál. És ez pontosan egy óriási dolog, hogy melyik fajta hitrendszer, gondolat, milyen manifestációkat, mert is egyfajta manifestáció, amit a gondolat csinál a testben. És az, hogy miért pontot, miért mélységben, és ez tényleg át, hogy ezt én hoztam-e, én szereztem, vagy apám, anyám, nagyapám hozta, ez egy fantasztikus tudás, hogyha ebbe szelektívan képes látni az ember, hogy utána természetesen, hogy elfelejtse. Tehát, hogy meg 15 napig együtt lenni ilyen tétatérben, ez egy olyan óriási perverzió, hogy a te szavaiddal élek, hogy... Gondoltál, hogy... kétszer két óra ásás, délelőtt két óra ásás, délután két óra ásás, 15 napon keresztül elképesztő valóság újra a formálás. Fantasztikus, vagy legalábbis én 8-szor csináltam meg összesen. Már voltam, ugye, diák voltam, tanár voltam, tolmács tartottam instruktorként. Én azt mondom, hogy legalábbis azt is tanultam, és azt is mondom, hogy egy instruktor vagy oktató többet dolgozik magán, mint a diákok. Ez rám vonatkozik, mert én egy intuitív anatómia végén elkezdek magamon dolgozni az aznapi dolgokon, és van, hogy mit tudom én, dolgoznak 5:30-tól 5:30-ig a diákok, ugye a tanfolyamon, nyilván én is együtt velük, és utána 5:30-kor szépen mindenki hazamegy, na nekem akkor kezdődik az önmunka, akár 10:11-12-ig, úgyhogy elmondhatom, egy fantasztikus nyeresége van ennek, és mondjuk én nekem volt, hát 16 éves koromtól 32 éves koromig fejfájásom, elég sok problémám volt, hogy nem ez a nagyon nagy drámák, traumák, de krónikus, meg akut problémáim is voltak, és de nagyon sok gyógyszert vettem. Például a migrén, ha már itt anatómiáról beszélünk. Hát nem migrénnek nyilvánították fejfes. Az orvosok, csináltak egy rakás, talán A4-es leporellókon kinyomtatott agytevékenység, mindig megállapították, hogy semmi bajom nincsen, én viszont kataflánokon éltem. Tehát egy annyi kataflánt vettem be, amit elvileg nem szabadna kettesével naponta nagyon sokat. Aztán hát voltak rakás, nőgyógyászati problémáim, egy csomó derékfájás, nyak, ez a teher, ugye itt a nyak csigolya, tehát ez a, most is lehet, hogy megint rám fér egy kis mozgás, de teljesen másképp állt a nyakam. Egészen a tanfolyam, a Mexikóban talált. Valamit mondtál, érdekes volt. Tehát ásunk együtt, mondjuk, igen. Ha nekem most közöm van, akkor az, mivel rácsatlakozom, vagy rám csatlakozol, azok az események ugyanúgy zajlanak bennem. Legfeljebb nem talál a testemben érzés szinten fogást, de ha van ugyanaz a dologhoz közöm, amin te dolgozol velem, vagy én dolgozom veled, akkor az bennem ugyanúgy detonál és dolgozik. És amikor elengedek, vagy töltök visszafele, az rám ugyanúgy vonatkozik. Így van? Igen. És akkor te este még már utána... Úgy értem, bocsánat, úgy értem, hogy mondjuk aki vele én dolgozom általában, vagy nem tudom, hogy most minden egyes tanfolyamon, de legtöbbször letöltjük, hogy tudom, milyen érzés, hogy aki a konzultációt végzi, az bárkivel dolgozik, legyen az testvér, család, családtagok, barátok vagy kliensek. Tehát minden, ami ott letöltés és elengedés megtörténik, az automatikusan ránk is hat legjobb utom módon, mindenki számára legkellemesebben, legkényelmesebben. Tehát azért van az, hogy nyertes-nyertes pozícióban, ha én dolgozom rajtad, teljesen bármi az, ami hitrendszer csere felmerül, az automatikusan nekem is megjön, ha engem szolgál. Ami nem, az pedig megy. Jó. És akkor miért túlórázol vagy? Ez minek kell? Minek kell? Az, hogy dolgozom magamon? Még utána. Tehát, hogy ott együtt dolgozunk, hogy mi az, amit nem oldottál ott meg, amiért 5:30-tól 11-ig még gyúrod a sajátodat. Hát például, már sok példával próbálok választani. Mondjuk teszem azt, voltunk 2012-ben Amerikában a tanártréningen, ott följöttek olyan dolgok identitással kapcsolatosan, olyan hitrendszereket teszteltem, hogy megdöbbentő volt. Mit tudom én, az identitásom egy a magyarokéval, az identitásom egy Magyarországgal, és például ez akkor jött föl, és az ugrott be róla, hogy elmentem a Hősök terére, és megláttam azt a táblát, hogy minden magyar felelős, minden magyar ér, és én így becuppantottam ezt a nagyszerű hitrendszert, nem tudom, biztos még gyerekkorban tudod, kis dobos nyakkendővel, meg ilyesmi, de valahol visszalukattunk, és kiástuk. Kollektív felelősség elve, akkor ez tananyag volt. Igen, és akkor ott emlékszem, annyira megrökönyödtem, hogy fú, még ezt is ki kell ásni, azt is ki kell ásni. Ugye mindig mondta a tanárom, hogy nem problémákat keresünk, de hát hogyha valami felmerül, akkor azt a saját érdekemben megváltoztatom. És akkor ugye hazamentünk, tanítottunk, és
minden, gondold el, hogy ott van egy csoport, és a csoportnak van egy csoport dinamikája, egy energiája, mindenki individuálisan dolgozik valamint, és ugye mi, mint tanár, ugye tartom a teret, ugye ez azt jelenti, hogy fenn vagyok a téta térben, és gyakorlatilag lehetővé teszi az az energia azt, hogy mindenki legjobban kihozza magából, amit szeretne. Na most van, aki ki szeretné hozni, van, aki nem. Már, és ezt nem úgy kell érteni, hogy oda megyek, befizetek egy rakáspénzt, és aztán nem vagyok hajlandó dolgozni. De van ilyen is, igen. Persze, hogy ne. És nem rossz, vagy jó, hanem biztonságban akar tartani a régi mese. Uh-huh. És azért nem veszem észre, hogy ragaszkodok hozzá sokszor. Viszont... De jó, ezen mondtál. Tehát, hogy tudom, hogy szar, amiben élek, már bocsánat a vulgaritásért, de az a fajta biztonság, amit a mesém tart nekem, na az is jobb, mint a bizonytalan változás. Bizony. És ez hány ezer tanfolyamon, tudod hány embert ismerek? Rengeteget. És gondold el, hogy mondjuk ott van 16 ember, aha, és mindenki azért a rejtett olyan hiteken dolgozik, amiről nem tudunk, hogy ott van. És olyan, hogy mondjam, ez az előkurzus szindróma, hogy előző este följön egy csomó cucc, és ha nem vagyok ráéber, hogy most ez az intuitív anatómia tanfolyam, vagy egy erőteljes tétering tanfolyam, akkor elkezdem személyes értésnek venni, és úgy érzem, hogy a világ különböző részei, a férj, a feleség, a család, a barátok, vagy a nagy egész, vagy a mit tudom én, a valamelyik állami szervezet támad. Már, mint hallgató, aha, vagy tanár? Mind a kettő. Mind a kettő. Már jönnek föl a megoldásra. Tehát a mezőben már beraktuk. Tehát mi ott a 16-an ugyanúgy megcsináltuk a saját magunk csoport tudatát, igaz? Uh-huh. Mert abba dolgozunk, aminek a legfelsőbb energiaszintje a tétatér, amivel megvalósul a lehetőség, hogy tisztogassunk mindaddig, amíg a saját tétaterünk folyamatosan nem működik, és akkor ezt az összes kutyfaszt, amikor elmennek haza, ezt te még szépen lemosod magadról? Erről lehetne így szó? Még erről is, de azért ennél kicsit több. Tehát mondjuk úgy, hogy jön az előkurzus szindróma, nevezzük úgy, tehát mondjuk te eljössz az intuitív anatómiára kedden, és mondjuk azt mondod, hogy Szilvi, képzeld, most a keddet azt nem tudom, most mondjuk jössz egy nap, és azt mondod nekem, hogy képzeld, Szilvi, este hatalmas balhé volt, egy olyan jelentéktelen dologból kipattant egy hatalmas vita, ami egyébként egyszerűen értelmetlen, nem is értem, és reggel meg a, nem tudom én, valamelyik sofőr előttem rám húzta az autót, és majdnem összeütköztünk, és mi a franc történik itt, én úgy felidegesedtem, hogy legszívesebben beolvastam neki, de visszatartottam, de beolvastam volna neki, és még kétszer megtörtént, és most még csak reggel 9 óra 30 perc van, mi történik, és akkor én tegyük fel, hogy ez egy kommunikációs nap, nevezzük idegrendszernek, és azt mondom, hogy üdvözlet a kommunikációs napon. Nézd csak meg, az idegrendszerhez kapcsolódó hitrendszerek már elkezdenek bugyogni fölfelé előző napokon, és megmutatják magukat, hogy hello, kész vagyok a változásra, és mondok valamit, ha az emésztőrendszert, az intuitív anatómián nem dolgozott ki rendesen, egy DNS 3 tanfolyam második, harmadik napján megőrülsz. Mert egyszerűen a dolgozunk a lehetetlenen, a bilokáción, DNS 3-on, és olyan dolgok jönnek föl, ami ha itt kitakarítódik, akkor ez játszik, könnyedséggel megy. Ha itt ülök ott, és azt mondom, figyelj, nekem nincs problémám. Jó, ez a tanfolyam, de nem látom benne a nyereséget, és közben meg ver a sors, mert már kijött az asztmám, meg már allergiás vagyok, meg már nem veszem észre, de miért lett rajta mennyi pattanás, én nem is értem, mint kommunikáció, de kontroll, irányítás, stb. Tehát ha itt nincsen kidolgozva, az később megmutatja magát. Viszont itt van a lehetőség, most az itt az az intuitív anatómia. Tehát itt olyan hitrendszereknek engedünk teret, hogy én tanárként vagy oktatóként, ugye minél többet dolgozom magamon, azok, akik részt vesznek, annál nagyobbat profitálnak. Ez azért van, mert az én limitáló szűrőimen keresztül is tarthatok neked tanfolyamot, és az fog átmenni. Tehát érted, hogy csatlakozok be? Kötelességed a saját szűrődét is pucolni. Ajánlott. Minél inkább hátra tud lépni a tanár, annál inkább teret ad, és ugye nem belevonódni. Kedves nézőkének lövésén is mi az a DNS 1-2-3. Mondjuk el, hogy milyen előképzettség kell téta szinten, hogy intuitív anatómiára mehessen. Jó. A struktúráján gondolkozom, hogy melyik a legegyszerűbb. Tehát az alaptanfolyam az a DNS. DNS tanfolyam lehet DNS 1-nek is mondani, a haladó a DNS 2. Most az alaptanfolyamon megkapsz egy teljesen egyszerű, könnyen gyorsan használható technikát. Nagyon egyszerű. Az agy azt is mondja a későbbiekben, hogy de ez ennyire egyszerű lenne? És igen. Haladón kapsz egy rálátást arra,
hogy ez a nagy egész hogy működik. Az alapon már megtanultad a kvantummechanika részét, már megtanultad, hogy hogy lehet érzelmi félelem munkát végezni, hogy kell ásni, hogy lehet kommunikálni a síkokkal, és a haladón ezt elmélyítjük. Tehát ott a bébi lépések után megkapod az átfogó képzést. És kész, és utána mehetsz. Na most onnantól kezdve, hogy alaphaladód megvan, mondjuk úgy, hogy megkérték Vajanát a tanítványai, mondjuk a 90-es évektől, egyre inkább, hogy Vajanát csinálnál a pénzről tanfolyamot, és megszületett a manifestálás, teremtés és bőség. 100 hitrendszer, végizom, teszteljük, dolgozunk, kiásunk. Aztán azt mondták, figyelj, nagyon sok a beteg ember gyógyítóként is, nagyon sok ember beteg lesz, és ahogy ugye ott vannak a beteg gyógyítók, akiknek gyógyítani kellene, de tudod, ez először betegnek kell lennem is meggyógyítani magam, hogy aztán hiteles legyek, meg ezek a nagyszerű hitrendszerek. Tehát azt mondta, hogy oké, megszületik az intuitív anatómia és a betegségek rendellenessége. Két különböző tanfolyamról beszélek, egy 15 és egy 10 naposról. Hasonló, de mégsem ugyanaz. És az intuitív anatómia 3 hete, mondom, arról szól, hogy a szervek szervezet különböző részeit végignézzük, és a családban levő, bennünk levő traumákat kiszedjük, és utána azt mondták neki, hogy figyelj, Vajana, itt vannak a mai gyerekek, 2000 után, aki születik, kristály gyerek, szivárvány gyerek, stb. Olyan beleérző képességeik vannak, olyan empatikusak, olyan csodálatos dolgokat csinálnak. És azt mondta Vajana, oké, teremtő, mutasd meg. Teremtő pedig azt mondta, hogy tök mindegy, 70 éves vagy 50 vagy 20, ezek a képességek benned is megvannak, és ma már elérhető az, hogy magadból kihozd. Ezért ülnek nagymamák is egy szivárvány gyerek tanfolyamon, tényleg 70 éves vagy körülbelül ez a korosztály, és igen, azt mondják, hogy szeretnék kezelni a gyerekeket és az unokákat, és ez csodálatos szerintem, hogy eljönnek. Akkor ott van a DNS 3, ott van a kérdés. Figyelj, föl tudom tölteni a teremtő erővel a mobiltelefonomat? Tudok változtatni az időjáráson? Természetesen nem sértjük a szabad akaratot, tehát itt nem visszaélésről van szó. De mondjuk gondolja sem, akkor első csinálás, vagy nem ezt a példát mondom, de ezt is tanuljuk, a legjobb úton módon természetesen, de mondjuk azt mondom, hogy itt van egy pohár víz, és azt tanuljuk ezen a tanfolyamon, hogy sós vizet manifestálunk, vagy vizualizáljuk, hogy ez sós, utána édes, aztán keserű, aztán savanyú. És ezek nagyon jó játékok. És vízből bort, ez megy már? A tanártréningen vörösboros kóla, gin tonic, meg Campari juice ízűt manifestáltunk, meg café láttét. És de... ott a Jézus a tanár, vagy hogy kell képzelni? Nem, azt kell elképzelni, ha én elmegyek Kazincbarcika mellé egy kis faluba, vagy Indiába, vagy Mexikóba, vagy akárhova, és nincs rendes ivóvíz, vagy valami történik az ivóvízzel, felkapcsolódok a teremtőhez, elrendelem, és én úgy ittam Mexikóba vizet, például, hogy nem tudtuk, hogy csak nem tudom a végén, hogy nem szabad ivóvizet inni, mert valami bajunk lesz, de nem lett bajunk. Tutti fosi. mégis... Szóval nem lesz tőle bajod. Ez ugyanez, hogyha oltásról van szó, akkor mondjuk eldönthetem, hogy belemegyek az oltásokkal kapcsolatos harcokba, vagy mindenféle elméletbe, vagy azt mondom, teljesen mindegy, oké, teremtő, eldöntöm, hogy akarom, vagy nem, de teszem azt mondom, hogy oké, kell ez az oltás, mert mit tudom én, hova megyek, ahova azt ajánlott. Uh-huh. Akkor azt mondom, teremtő, legyél szíves, minden, ami szolgál, megmarad, minden, amire nincsen szükség, nehéz fülbe, ötletek arról, hogy ez autizmust okoz, vagy stb. Köszi a fénybe. Nem a gyereked ugyanezt meg tud csinálni. Meg is csináltam. Meg is csináltad. Aha. Tehát oltattad a gyereked, utána kiszedted belőle ilyen szempontból. Na most egyébként megjött a gondolat, de ezt el kell mondanunk. Tehát most már, hogy én is egy éve foglalkozom lassan ezzel a dologgal, azelőtt meg szinte mindennel foglalkoztam, NLP-től kezdve, sámán beavatás, státus beavatás, Kínába jártam többször tanulni ilyen gyógymódokat, és ugye gyakran elmondjuk, hogy az igazi nagy mestereket úgy avatják be, hogy egy kicsi cient kell inniük. Na most, hogyha ők mentálisan elég felkészültek ahhoz, hogy ezt tudják, hogy egy magasabb rezgés szinten ez nem ártat nekik, akkor megmaradnak, ha nem, akkor bocsánat, akkor elbuktak a vizsgán. Hát ennyi történt. Most, amit te elmondtál itt az előbb, egy kicsit ez hasonlít nekem ahhoz, hogy elmész Mexikóba és esetleg egy kolerás vizet ott elkortyogasz, miközben mentálisan képes vagy azt átrezgetni. Gyakorlatilag eljutsz oda, hogy a mindenhatóságod, amivel a teremtővel egyek vagyunk, nem csak a szeretetben vagyunk egyek a teremtővel, hanem az, hogy a lehetőségeink végtelenek bizonyos szinten, innen és szinten túl. Ha ezt kimered mondani, akkor milyen kapcsolódásaid vannak a környezeteddel, illetve a tanítványokkal? Mennyire tudják elfogadni azt, hogy nincsenek korlátaik? Hát akkor jöttnek a szkeptikus kérdések, hogy akkor menj át a falon, de erre szokta azt mondani, és én is ez emiatt, ugye?
hogy nem az a lényeg, hogy átmegyek a falon, nem megyek át a falon ebbe a pillanatba, de lehet, hogy eljön az a nap, amikor át tudjuk magunkat oda bilokálni fizikálisan. De a lényeg az... Azonnal, hogy kapcsoljuk hozzá, hogy Petrezselyem Józseffel csináltam egy riportot, ő a Pránanadit, aki ugyanúgy elhozta Magyarországra, mint ahogy te elhoztad a Theta Healinget, és az volt az egyik kérdés, hogy mi volt a legmegdöbbentőbb kapcsolatod a mestereddel, hogy fogta aztán egy citerába összehajtott az ujját nekem, meg ezek apró dolgok, azt mondja, hogy minden mesternek van egy ilyen kis tanítvány, és nem hozta be a tejáját egy ilyen kurzuson, és ott a szeme láttára átnyúlt a falon, és így behúzta a csészét. Tudod, és azt mondja, hogy most jó, akkor lehet, hogy mentálisan engem átprogramozott, vagy bármi, de azt mondja, ez ott az ő valósága volt. Tehát az, hogy ezek a dolgok, amiket itt beszélgettünk, egy bizonyos korlátok letevése túl, ez abszolút nem lehetetlen dolog. Ő a saját tanfolyamain mentálisan kapcsolgatja a klímát. Tehát nem megy oda nyomkodni, ki meg be, oda megy, kikapcsolja, bekapcsolja. Tehát ha látod, hogy rengeteg út vezet a hegyre, egy idő után a felsőbb, nem, és nem, akkor ne kategorizunk, mi a felsőbb, meg mi az alsóbb, amikor rendesen ki tudod ezt tágítani, hogy így lássál már, akkor szinte végtelenek a képességei. Igen, igen. Bilokációnális, ugye mi azt tanuljuk, hogy több helyen létezés, mondjuk oda megyünk, és megnézzük, hogy mit csinál az anyukánk, ott a tanfolyamon mondjuk így meditálás, vagy tétai technikának az alkalmazásával, és utána fel is hívjuk, hogy mit csinál, tehát és akkor el is mondja, hogy mit csinál, és nagyjából olyan, azt mondja Vajánál, meg úgy érzékeljük, hogyha elég erős a mentális kivetítés, akkor lehet, hogy szinte érzi a személy, hogy ott állunk mellette. Lehet, hogy egy szép napon, majd az én hitrendszerem is lehetővé tesz, hogy ott álljak is, meg itt is vagyok, de az én történetem szemszögéből igen, volt rá példa, hogy feltöltöttünk elemeket, sőt én gyalogoltam esőbe, úgyhogy száraz maradtam, azt is így a tanártréningen gyakoroltam az autómnak a motorhibáját. Két hete voltunk együtt egy tanfolyamon, és nem tudom, kiázott el a vasárnapi ebéd után. Emlékszel, hogy jöttetek haza, és el voltatok mindjárt? Igen, az Amerikában volt az elsős dolog, és annyit dolgozom ezen, a nem lehetsz proféta a saját hazádban. Tudod, miért van az, hogy Mexikóban, Amerikában vagy Ausztráliában valami dolog történik, itthon meg mondjuk belecuppanok egy másik fajta valóságba, és mondjuk hat rám a helyet, hogy például nem engedném, hogy hatna, mondjuk lehet így is fogalmazni, de egyébként igen, ott jól álltunk. Nekem itt ez a dolgom. Aha. De nem baj, mert vannak helyzetek, amikor mondjuk ha csak például az anyuka oldalról, mondjuk vannak olyan dolgok például, amit tudok tolerálni gyerekkel szemben, más dolgokat, bizonyos szavak, bizonyos mozgások, vagy nem tudom, valami mozdulatra, meg esetleg bekapcsol egyfajta hitrendszer, és ott meg nem tudom tolerálni. Érted? Azt akarom mondani, hogy ahogy telik az idő, és ahogy az ember belelép újabb és újabb tapasztalatokba, az beindít különböző hitrendszereket. Tehát teszem azt mondjuk, nem vagyok házas, és addig élem boldogan az életemet, majd összeházasodok valakivel, és bekapcsol az a minta, ami mondjuk a szülőknél volt a házassággal kapcsolatosan, de amíg én nem vagyok olyan cipőben, nem kapcsol be. Ugyanaz a gyerekszülésnél. Tehát addig fogalmam nincs arról, hogy én így gondolkozom, megszületik a gyerek, és valami beindul, nagymama program, anya program, vagy az a férfiaknál az apuka program, fogalma nincs. Vagy mondjuk valaki egészséges, egyszer csak kap egy hírt, és beindul valami olyan félelemprogram, ami elhiteti az illetővel, hogy mit tudom én, milyen baja van. Tehát érted, ez nem úgy néz ki, hogy mondhatok egy példát személyes. Oké, én dolgoztam ugye a testnőiség, minden, ami a testtel önszeretettel kapcsolatos, és én azt láttam, hogy csinálok egy kihívást, ez az Ausztrál Fitness Model verseny volt 2012-ben, akkor ha én erre képes vagyok, mindenre képes vagyok. És utána vége lett, hazajöttem, és álltam a tükör előtt, emlékszem, az Uglóban volt egy panellakásom, tükör előtt, és egyszerűen az volt az érzésem, hogy hiányzom. Itt voltam 55 kiló, nem annyi, mint most, és olyan érzésem volt, hogy fú, de bomba ez a test, viszont, hogy tehát a megszokotthoz képest, mint hogy ilyen kevesebb, tudod, a tér, nem úgy töltöm ki a teret. Ja, ezen így a tétáztunk meg, hát nyilván letöltöttem ezt-azt, és utána elkezdett nem érdekelni, addig nagyon fontos volt, és utána elkezdett nem érdekelni egy darabig, akkor még ugye el voltam, hogy eszem össze-vissza. Nem azért csináltam ezt. Az volt a Aha, hiány, tudod, mert megszoktam, hogy mondjuk ennyi kiló vagyok, mint most, és összementem, és az volt az érzésem, hogy nem az, hogy elfogytam, hanem hogy hiányzom a térből, nem töltöm ki azt a teret, tudod, az én képemnek. Okay. Mindegy, dolgoztunk ezen is. A lényeg az, hogy idő után nem volt fontos az, és amikor tavaly mondjuk teszem azt ilyen időszakban, azt gondolom, hogy jóval vékonyabb voltam, mint most,
átváltozott az életminőségem is, meg az élethelyzetem is, és többé más, nem azok voltak a fontosak, hanem más, más életforma az, amit élek. És innentől kezdve, egy megváltozott helyzetben, új programok, vagy a régi programoknak egy, nem tudom, biztos van, amit vissza tudok csinálni tudatosan, de vannak olyan programok, amik beindulnak. Például olyat találtam múltkor, hogy a nagymamám említette, hogy ő 70 kiló volt 40 éves kora után. És akkor néztem, ráálltam mérlegre, hirtelen ez jutott eszembe, hogy na, gyorsan föl a fénybe teremtő, mutasd meg, mi a különbség a nagymama gondolata, meg a sajátom között. És állítsd vissza az ideális helyzetet. De ebben a pillanatban mondjuk nekem ez az ideális, érted? Már egyébként nem, mert vannak problémáim, és akkor azon dolgozhatok. De azt akarom mondani, hogy különböző életszakaszban aktiválódnak különböző meggyőződések. Az jut nekem most le erre az egészre, hogy sokszor beszélgetek emberekkel, akik megtalálnak, és akkor azt nem mond már nekem, hogy attól, hogy vibrálózik az egyik szemem, hogy tudjam meg, hogy ez azért volt, mert apám rákacsintott a szomszéd feleségére, és ezt az ő felesége észrevette, és akkor onnantól ez a szemvibrálás beállt az életbe. Tehát azt akarom kérdezni tulajdonképpen, hogy minden testi funkciónk, reakciónk, a járásunk, a lépésünk, az valamiféle lélek-mentális szintű programozás révén kerül a testünkben, és önmagában ez a motorikus, anyagi jellegű funkció, ami mi itt vagyunk, ez minden pillanatban befolyásolva van azáltal, hogy én mit gondoltam, szüleim mit gondoltak, lélekszinten mit hoztam, és esetleg valami külső erőbehatás által, mint marionett figura végzem az életemet, mindaddig, amíg tudatosságra nem ébredek. Tehát minden a lélek szintjén. Tehát azt elfogadták már, hogy a pszichoszomatikus betegségek azok jó a 70%-a a pszichének köszönhető. Ugye hát mi, amiről beszélhetünk, itt a 99999-es számról beszélünk, de azért még ott a túloldalon elég sokan tekingetnek ránk értetlenül. Megint nem a mi dolgunk, mert az ő hitrendszerük, de hogy tudnánk ebbe erősíteni nekik, hogy tényleg fogadják már el, hogy van egy fölöttes vezérlőjén, ami az összes dolgunkat valamilyen módon szabályozza. Pont az intuitív anatómia szemnap jutott most eszembe, hogy amikor valaki a látásán akar dolgozni, mondjuk egy jó májtisztító kúra sem árt ilyenkor, vagy bél és májtisztítás, viszont a szem, mint a lélek tükre elkezdünk dolgozni, és mondjuk teszem azt a történetünk szempontjából, mondjuk 8 évesen elromlott a szem. És visszalukadunk oda, hogy az illető meglátta mondjuk az apukáját a szomszéd nénivel intim pillanatban, és abban a pillanatban lezár, ugye nem akarja látni, mert védeni az anyukát, illetve stressz és egy gyereknek egy ilyen helyzet, ha éppen ez stresszt okoz, és képes ez ugye egy olyan későbbiekben még nagyobb problémát okozó látáscsökkenést okozni, ami tényleg egyszerűen csak egy pillanat volt, de az akkora stresszt okoz, hogy nevezhetjük pszichoszomatikusnak. És persze vannak a genetikai rendellenességek. Na most ugye az újabb kutatások pedig azt mondják, hogy nincsenek, vagy elhanyagolható a genetikai oldal. És amíg minden a morfogenetikus mezőben információként felelhető, és tulajdonképpen az információs tér határozza meg, hogy mi újság, tehát én és az információs tér közötti interakció határozza meg, addig nagyon kicsi százalék az, amit nevezhetünk genetikai hozott anyagnak. Ha ez igaz, akkor ugye kvantummechanika, amivel foglalkozunk, aminek tanúja vagyok, az megváltoztatható. Tehát itt ilyen szemszögből a tanúsítás művészetét kell megtanulni, meg azt, hogy képes legyek a képzelőerőmet is fejleszteni, meg arra a fontos, hogy képes legyek hátralépni a saját magam személyiségétől. És visszakanyarodva a legelejére, hogy mondtad, hogy ugye bekapcsolódunk a végtelen térbe, igen, viszont ha a szűrőim azt teszik lehetővé, mondjuk sámán vagyok, bocsánat, minden sámántól, lehet, hogy más példát kéne mondanom. Mondd a tátost, az ő kevesebb. Jó, mondjuk olyan ember vagyok, aki abban hisz, hogy bizonyos szertartásokkal, bizonyos helyzetekben tud képes kommunikálni, majd tudom én mondjuk szellemekkel, és ehhez felhasznál különböző anyagokat, és ez adja neki a megoldást. Neki hiába, tehát elképzelhető, hogy neki
mondhatsz arról olyan dolgokat, hogy mi a feltételek, hogy szeretett becsatlakozol direktbe ebbe az átfogó térbe, azt fogja mondani, hogy nem, nekem erre a szertartásra szükségem van ahhoz, hogy kapcsolatba lépjek az ősökkel, és az ősök szelleme, meg amit a gyógynövénykeverékek fogják nekem meghozni az infót, és te mondhatod nekik azt, hogy figyelj, ez egy jó út, van ennél egy másik verzió, és ennél egy egyszerűbb, vagy hát akárhogy fogalmazhatsz, és azt fogja mondani, mivel hogy a szűrői szerint ez az út. Tudod, én ahol jártam meditálni, az az igaz út. Tehát ez az igaz út. Akkor ő nem fogja azt mondani neked, hogy ugye István? Tehát csak a saját hitrendszerén keresztül tud látni. Tehát hogy ő, te szoktad mondani Szepes Máriától, hogy a spirituális létrán csak lefelé lát az ember. Emlékszem még erre mondatod? Persze, hogy emlékszem. Na most, ha ő 4-5-ös síkon érde a világot, és ő azon a síkon ő tökéletesen működik, ne akarnak elmagyarázni. Nem akart, hogy... hanem azt kell látni, hogy mindenkinek megvan a saját igazsága, és van egy legmagasabb igazság, és minél inkább takarítunk, és hogyha mondjuk én abban a hitrendszerben vagyok, hogy az én igazam az igazság, akkor mondjuk kicsebb az esély, hogy megengedem magamnak, hogy feltegyem egyáltalán a kérdést, hogy vajon van egy másik fajta igazság. Ugye, mert akkor azt mondom, hogy már pedig az enyém az igazság. De ha már fölteszed a kérdést, akkor már kételkedsz abban, hogy a tiéd az egyedül igazság, hogyha megkérdezed, hogy van-e másik igazság. Kettős látásra milyen dolgod? Most egy pár napja az egyik szememmel kettős látásom van érdekes. Most, ha kifókuszálok, akkor nem különben, meg igen, tehát van-e valami okosságod? Az okosság az mindig, mint a Theta Healing összes helyzetben ugyanazt mondja, hogy érint ez engem. És be az érzésbe, milyen érzést ad, és utána beásni. Na, akkor ásunk. Kivesszük, aztán kimosjuk, visszateszünk. Hát a szem a lélek tükre, meg kell nézni esetleg ilyet, hogy akkor, mikor kettős, elkezdődött. Kettős mérce. Amikor ez elkezdődött, akkor előtte milyen érzelmi valami volt. Nem azt mondom, hogy nagy traumákat kell keresni, hanem volt valami érzelmi töltés valamiben, ami esetleg lehetővé tette azt, hogy ott megkettőződött. Na, megfigyelem is, majd elmondom legközelebb, hogy... Jó, és ezt akarom mondani, hogy nem rosszak ezek, hogy valaki meddig tud látni, vagy nem látni, hanem azt mondja a Vajana, illetve a Theta Healing, hogy ugye az ősi idők óta beavatásokkal tud fejlődni az ember, és nagyon sok ember hisz abban, hogy beavatások, rituálék kellenek ahhoz, hogy megtegyük a következő lépést, akár a lelki úton, vagy spirituális fejlődésben, vagy Istenhez közel kerülni, vagy ahogy jól esik. És régen, vagy vannak kultúrák, vagy helyzetek, ahol ma is ez fájdalmas, vagy amit te is mondtál, mit is mondtál, hogy méreggel, aztán vagy életben marad. Méregteszt van. És átmegy a teszten, vagy cien, nem. Cien vizsga van a mestereknél. Na, ideálni. Szóval azt mondja Vajana, hogy így van, vannak különböző fajta beavatások, és a Theta Healing-gel direkt kapcsolatban a teremtővel meg lehet beszélni azt, hogy ez egy szeretetteljes beavatás legyen. Tehát amikor kinyílik a következő kapu, az egy szeretetteljes folyamat legyen. És mondhatok egy példát, intuitív anatómia előtt, hát nem mindenkit érdekelnek a tanácsaim, és nem is akarok tanácsolni senkinek semmit, hanem azt tanultam, én nagyon sokat tanultam külföldi tanároktól, ugye, és azt tőlük tanultam azt is, hogy egy tanár többet dolgozik magán, mint a diákjai összességében, mert hogy a tanfolyam alatt feljön, gondolod el, sok ember, sok problémával, plusz a kollektív, tehát az a tanárt is. Ha a tanár ott beleteszi magát, akkor ott az megérinti őt. És hatalmas a nyereség, ha megengedjük az önmunkát. És akkor egy intuitív anatomia, ez egy hatalmas tanfolyam energetikailag, és ott beavatások szoktak történni minden spirituális lépés megtétele előtt. És azt szokták tanácsolni a külföldi ismerőseim, hogy aki elmegy intuitív anatomia tanártréningre, de én most már a sima konzulens képzés előtt is mondom, hogy izomteszteljék le, és ellenőrizzék a beavatásról alkotott elképzeléseiket. És volt olyan, úgy képzeld el, hogy a modernkori beavatás, hogy többen az autójukat törték össze egy tanártréning előtt, vagy az autónak egy lámpáját, vagy valami alkatrészét, érted? És ez is, mint egy kis beavatás. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy most tűzön kell járni, vagy valami. Mondjuk mindenki azt csinál, amit akar, de hogy valami történik, ami mondjuk megfelel egy beavatásnak, én majdnem eltörtem a kislábujjamat. És amikor erre rájöttem, lecseréltem, gyakorlatilag azt hittem, hogy eltört a lábujjam Idaho Falls-ban, de gyakorlatilag másnapra semmi baja nem lett. Tehát teljesen elmúlt minden problémám, mert kidolgoztuk a beavatás, a spirituális lépés megtétele, hogy mi a következő lépés, első nap az anyagát, és kész. Valami bajom van. A beavatás szóval van a bajom.
Méghozzá az, hogy amikor azt mondod, hogy beavatás, ez pontosan egy kiavatás. Tehát, hogy annyiféle dologba vagyunk beavatva, már bocsánat. Mi szedjük ki, én kiszedem a kiavatásokat, köszi. Ezek kiavatások, mert annyiféle hitrendszerről vagyunk bele csúszszamba ragadva. Én engedem el őket. Valamikor beengedem, ha beavatom, akkor még jobban bejebb megyek. Tehát amit mi csinálunk, az folyamatosan megjövünk valamivel, és akkor elkezdjük, mint a hagyma héját leszedni, és a végén ott vagyunk önvalónkban, a valódi valóságunkban, és ez igazából nem be, hanem ki. De csak ennyi. Én szedem ki ezeket a lélekszerződés, vérszerződés, fogadalmak, eskü, köszi, nekem csak beavatással című szóval volt a nincsen bajom, nekem semmi nincs bajom, csak úgy érdekes, hogy ez nem be, hanem ki. Mindenki fókusza szerint, meg az érdeklődése szerint, legalábbis azt látom, oké, nem biztos, hogy ez így van, de az én látó szögöm szerint, aki tétázik, van valamilyen úgymond kedvenc területe, van aki a párkapcsolat, van aki a betegséggyógyítás, van aki... Nekem a bennünk levő végtelen lehetőségek kihozása. Uh-huh. És engem az érdekel, speciál az én szándékom, amit én föltettem, hogy kell szépen mondani, a mindennapi emberhez szóljon. Tehát az, aki reggel föl kell, bemegy dolgozni, vagy nem tudom, akármit csinál, éli az életét, és szeretné azt az életet akár kevesebb tragikus kihívással, vagy fájdalmas kihívással élni, nagyobb lehetőségekkel a benne levő potenciált, vagy a kreativitást felismerni, esetleg úgy akar változtatni az életén, hogy mondjuk kiszálljon a mókuskerékből, és a napi 12 óra melóból olyan dolgot csináljon, ami jól esik neki, úgy, ahogy ő szeretné. Az én fókuszom ezen van. Ezért van az, hogy ugye, amikor a spiritualitásról szoktunk beszélgetni, akkor mindig ez így felmerül kérdésnek, hogy mit értek ez alatt, vagy milyen fajta elképzelések vannak, de tehát az én fókuszom, miatt a tanítok, az, hogy a hétköznapi életben egy élhető életet teremteni. És hogyha egyébként az én mániám, mert én nagyon szeretek dolgozni, mert hogy imádom, amit csinálok, és én azt mondom, hogy az elmúlt két hétben, hát nem tudom, 80 emberrel dolgoztunk, és én egy háromnapos olyan tanfolyamon voltam, hogy reggel 9-től este 10-ig tanultam, és hogyha nekem ez oké, kell pihenni, megértem, meg persze rajta vagyok, de hogyha ez nekem egy örömet okoz, és azt mondom, hogy na ez az, amit szívesen csinálok, akkor azt mondom, hogy megkérdezett, hogy milyen az életem, én azt mondom, hogy most úgy érzem, hogy nagyon jó az életem, végtelenül változott, tehát hatalmas lehetőségek vannak benne az 5 évvel ezelőtti, 10 évvel ezelőtti magamhoz képest, és idézőjelben az utca embere, tehát aki nem kell, hogy semmiféle előképzettséggel rendelkezzen, egész egyszerűen csak van egyfajta gondolkodási módja, és abból ki akar kicsit tágítani. Vagy... Ő, ami nézünk, Marinéni Józsi bácsi, tehát ő, aki egyszerűen él az életét, nem bonyolítja túl, szeretné megérteni az életnek a folyását, nem akar szétszakodni, ő megérti, mi az a spirituális szó, de hagyjam őt ezzel békén, de csak normálisan, tisztán, szépen akar élni. Tehát ő a mi nézünk, a másik gondolkodó. És mindenki azt csinál, amit akar, csak nálam mondjuk ebben az én esetemben én nem használok füstölőket, gyertyákat, meditációs zenéket, hanem én, amit használok, az a bekapcsolódok, tehát összhangba hozom magam a végtentére, megnézem, felülvizsgálom saját magam a gondolataimat, így, ahogy veled beszélgetek, megnézem, milyen érzés, hol volt ez, ahogy ásni szoktam, lecsérjem, és eközben lehet, hogy átérek mondjuk a Blahalújzatértől, érted, a nyugatiig sétálva. Akkor most egyszer is mindenkorra lerendezzük ezt a spiritualitás kontra téta dolgot. Figyelj ide! Ez a füstölő, meg gyertyatartó, mint tudom én, semmi köze nincs a spiritualitáshoz. Én nem akarok senkit minősíteni, csak én nem ezt csinálom. Megkérdezik, hogy mi a spiritualitás. És a válasz az egy mondat rá, hogy minél jobban képes vagy tisztán, őszintén szeretni. Ez a spiritualitásnak az alapfogalma. Na most, hogyha én megkérdezem, hogy mi a tétatérnek a legfontosabb része, akkor a feltétel nélküli szeretet, a teremtő által elrendelt legtisztább energiába létezni. Akkor már is nincs közöttünk egy büdös szó különbség se. És a gyertyatartó, meg a sámánkodás, meg a zümmögés, meg a tetoválás, meg mindenféle hülyeség, amit egónak hívunk, meg hagymahéjának a mostani beszélgetésünkkel, ez mind leomlik, ezek a kiavatások. És amikor már ott vagy képes a szeretetérben lenni, és teljesen mindegy, hogy Isten által jutsz el hozzá, mert Isten legjobban szerelmes Isten, szeret engem Isten, egyek vagyunk a szeretetben. Hogy milyen úton jutok el én ehhez, az bocsánat, hogy teljesen mindegy, mert minden ember ide törekszik, mert ez az egyetlen egy célja az életnek, hogy azért jöttünk ide a világra, hogy tanuljunk meg szeretni.
és itt kell egy gyönyörű, édes nagy pontot tenni a dolgot, és sok út vezet a hegyre, és minél többen éljük meg ezt az érzést. És akkor már nincsen bajunk a spiritualitással, mert ha ő gyertya tartoznak, akkor nem is tudom, miket szoktál használni meg, zümmögni, semmi baj nincs vele. Nem mindegy azt sem, amit akar. Ha végén eljut oda, hogy ezek a közösségek boldogságról szólnak, és nem az önsanyargatásról, megélik a közösségnek a szeretet érzését, akkor hozsanna. Vagy mit tudom, most megint, aki épp a hozsannásokat nem szereti, akkor most éppen erre akad ki. Én azt mondom, van egyfajta nézőpontot, ha az korlátoz, ez az életedet, akkor tudsz rajta változtatni, ez egy nagyon gyors, egyszerű és remek módszer erre, és akkor a nézőpontom teremti a valóságomat, ezt szeretném megtapasztalni, igen vagy nem? Jó, azon nem a, hogy csak hogy dühösek legyenek, a legfelsőbb szintű zsidó tanításba jön a zohár, a ragyogás. Ő is mindenkit oda akar, hogy a fény állapotába eljusson. Ugye mi is arról beszélünk, ez a tiszta fény, amely feltétlenül nélküli szeretet, ide igyekszik mindenki, hogy hogy fogalmazza meg hogy megy föl Jákob létrája meg, milyen utakon jut el, és akkor mindenféle irányzatot elmondhatnánk, az az egyéni út, de ez az útnak a célja, a szeretetbe elérni, és abba közlekedni és élni. Igen, mindenki szeretne fejlődni, növekedni és tartozni valahová, ez a, meg ugye a DNS-be kódolva. Így van. És, DNS 3-on van-e túl? Csak DNS... Hát Vajánától várja mindenki már a DNS 4-et. Ígéri. Tudod, van egy nagyon jó kis barátom, a DNS István, ő is a DNS István, ő egyszerűen nagyon szeretne leülni veled beszélgetni. Azt mondta, hogy mikor mindig nálam van, előtte egy nappal megérkezik, majd csináljuk a műsorokat, és akkor ki vannak rakva, amiket éppen olvasok, és ott vannak a Téta egy kis könyvém, és zümmög. Na, aki papa, én ezzel a hölgyel elbeszélgetnék, és megértem neki, hogy ő szerezbe fog következni. Én is itt fogok ülni, és akkor ez nagyon jó beszélgetés lesz. Nézzél meg egy pár DNS István filmet, amit csinálgattam vele, mindenki más utoljára oda akar eljutni, ez egy érdekes beszélgetés. Igen, nagyon szeretem a kvantumfizikai megközelítéseket. Lehet mellé beszélni, lehet ide-oda fókuszálni, mindenki tényleg azt csinál, amit csak jól esik. Ez a kérdés, hogy ebben a pillanatban ez örömöt okoz, vagy nem. Ha nem, akkor tudok változtatni, és kellemes életet. Ad nekem energiát, hogy elvesz tőlem, nagyon egyszerűen. Azért jó ezekben az adásokban, hogy elkezdjük, és nem akarjuk soha abba hagyni. És azért, hogy nem is kell, mert hogy folytatjuk tovább. Az adás az volt a célunk egyébként, hogy egy kicsit belelássunk a mélységeibe ebbe, hogy a tétából bárki bárhova el akar indulni, ahogy van igény, ahova megy a fókusz, oda megy az energia, és nagyon jó, hogyha a vájának képes erre fejlődni, amit az emberek igényelnek, akkor azokat a szinteket meg is kaphatják, és az is nagyon jó, hogy ez itt Magyarországon már elérhető. És a vajon által oktatott kurzusok közül minden elérhető Magyarországon? Minden tartunk már? Vagy van olyan, ami még Magyarországon nem érhető el? Amit ő tanít, szerintem minden elérhető. Illetve vendégtanárok is szoktak jönni. Tehát nem csak hozzám, hanem úgy általában. Tehát egyébként, aki el akar valamit érni, az eléri. Szerinted úgy szükség, hány tétás van Magyarországon már, aki kurzuson volt, oktatja? Hát nem tudom. Az igazság, az adatbázisunk nem friss, tehát nem azt a valós adatot mutatja, és nincsen hozzáférésem, úgyhogy nem tudom megmondani, 50 oktató lehet körülbelül. Most ezek mind végzett oktatók, vagy hát hogy? Hát alaptanárira. Minimum alaptanári. És azt tudom, hogy világszerte körülbelül 300 ezer Theta Healing konzulens van. 300 ezer? Uh-huh. Azért ez nem kevés. Most hagyj kököckedjek, hogy Jóska Pista elvégzi az alaptanfolyamot, és utána ő már meghirdeti magát, hogy ő tétát lehet nála tanulni. Ezt valaki a rendszerben ezt figyeli, hogy, vagy én, mint oda megkérdezem, hogy mutasd már meg legalább a tanári okleveled, ilyet legalább kéne kérni, nem? Hogyha elmegyünk. Tudom, hogy tétatérben ez nem illő kérdés, de azért csak föltenném. Tudod, hogy... mindenki oda rezeg, ahol dolga menni. Van. Aha. Igen, ez az egyik oldal, ugye ez a rezgésbeli oldala. Fizikális oldala, hát ha én elmennék valahova tanulni, én megnézném, hogy hova megyek. Én ezt tudom mondani, és ki hova szeretne. Hogy én a te tanfolyamon mindig a tábláid alá ülök, ott vannak a gyönyörű tizenlárt. Az a kettő, mert nem teszem ki azt a 30 oklevelemet. Jó, de ezek nagyon szépek egyébként. Aha, az ő szimbolizálja. Aha. Ezt a befektetett jó, tehát évemet. Kedveseim, hogyha elmentek valahol tétet tanfolyamra, tudjátok már meg, hogy kihez mentek el. Tehát ne az árjegyzéket nézzétek elsősorban, hanem az, hogy milyen tudást fogtok ott kapni, de ez már nem ennek a beszélgetésnek a része. Én nagyon megköszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. És
elvárunk össze megint, amikor leketyegnek ezek a beszélgetések. Nagyon sok visszajelzést kapok, hogy mielőtt elmennek hozzád, vagy a tétatérbe lépnek, az összes adásunkat végignézik, és rengeteget tanulnak belőle. Ma nem ástunk semmit, ha bár a kettős látásomon még dolgozhatok volna kicsit. Jó. Kedves nézők, VNTV-t láttatok, ez a tereferét, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, vagy a YouTube megosztó portálján találjátok. Viszontlátásra, szia, szia! Szervusz! Szeretnéd családtagjait otthonában gyógyítani? A Safe Laser segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Safe Laser a családgyógyító fénye. Részletes információ www.safelaser.info.